Meséljék a Medikids-től! A színes fiola Emlékeztek még a falu végigazdaságra, Annak is a közepére, ahol a tyúk udvar állt? Történetünk megint ide kalauzol minket. Igaz, a nap már nem tűzött olyan melegen, mint néhány héttel korábban. A nappalok is szépen lassan rövidültek. Ebben a kellemes, nyárvégi időben csak úgy zajlott az élet a tyúkudvarban. Kiskacsák totyogtak vidáman, tyúkok kotkodácsoltak a legújabb őszi szintivatról, Büszkén kapirgált a kakas, és csipegettek a csibécskék. Csak egy valaki nem tűnt olyan vidámnak, mint a többiek. Tyúk a nyúl legkisebb csibéje, akiben már megint valami betegség bújkált. Szegénykének napok óta alig volt étvágya, mindössze immelámmal csipegetett fel néhány szemmagot. Amikor épp korgott a pocakja, akkor se szívesen evett, mert ahogy előre előrehajolt, hogy felkapkodja a kukoricát a földről, hirtelen megszédült, és utána a fejét is fájlalta. A gondos tyúkanyó nagyon aggódott a csibéjéért, sopánkodott is a többi tyúkasszonyságnak. Jaj, mi lelte a kicsikémet? Teljesen elfogy, ha nem eszik! – már a tolla se olyan sárga, magasságos kukoricapehely. Egyszer, amint így panaszosan kotkodács volt, meghallotta őt Bagoly doktor, aki gyakorta repült el a tyúkudvar felett. Leszállt hát hozzájuk, és kikérdezte tyúkanyót, majd a megszeppent kis pejheshez fordult. – Mond csak, Csibike, hol fáj? Miért nem eszel? – kérdezte kedvesen de a kis csiben nem találta a szavakat, amivel elmondhatta volna, mit érez. Ráadásul meg is volt ijedve, mert nem tudta, mi vár most rá. A jó öreg bagoly doktor látta, hogy mennyire izgul a kicsi, ezért megkérte, hogy hozza oda a csúhé csibéjét, ami a kisállat kedvenc játéka volt. A csibe baba hamar előkerült, a kis csibe magához szorította, és úgy állt a mamája mellett. Milyen szép csibe baba, szólalt meg a doktor. Mondd csak, ő is rosszul érzi magát. A kis csibe alig észrevehetően bólintott, a doktor bácsi pedig tovább kérdezősködött. Szegényke, megmutatnád nekem, hogy milyen fáj a babádnak? A kis csibe szépen sorban rámutatott a játék csibe pocakjára, fejére, és mindenről beszámolt, mintha csak ő lenne a mamája. Így már sokkal könnyebben el tudta mesélni az érzéseit. A doktor érdeklődően hallgatott, majd megcsóválta a fejét, és alaposan elgondolkozott. Tudta, hogy a fiókák nem szeretik a tűszúrást, de akárhogy is töprengett, végül csak arra jutott, hogy szükséges a vérvizsgálat. A testünkben csordogáló különleges piros folyadék, a vér, ugyanis megmutathatja, mi a probléma forrása, és így az is könnyebben kiderülhet, mire van szükség a gyógyuláshoz. A tű gondolata nagyon megijesztette a kis csibét, azonnal be is ugrott a mamája szárnya alá, és esze ágában nem volt kibújni onnét. A jó doktor ekkor előhúzott egy üres fecskendőt, aminek nem volt tű a végén, és tyúkanyó felé tartva megkérdezte, vajon a csemetéje megnéznie, hogyan lehet a fecskendővel vizet felszívni az itatónál. Na, erre már kidugta pejhes fejét Csibike, és érteklődően figyelt. Eltotyogtak az itatóhoz. Bagoly doktor először megmutatta, hogyan működik a fecskendő, majd engedte a kis Csibének, hogy ő is kipróbálja. Csibikének nagyon tetszett a játék, Egyszer véletlenül még le is vízzel az egyik testvérkéjét, akivel nagyot kacagtak ezen. Látod, Csibi, milyen egyszerű felszívni a vizet a fecskendővel? Csak háromig számolok, és már tele is van, mondta a doktor megnyugtatóan, és lassan számolt, miközben megtöltötte a fecskendőt vízzel. Most mutatok neked még valamit. Azzal előhúzott a táskájából egy zöld, egy kék és egy sárga folyadékkal teli fiolát. Mit gondolsz? A különböző színek ugyanannyi idő alatt töltik meg a fecskendőt. Gyere, számoljunk együtt. Egy sárga, két sárga, három sárga, és meg is telt. Nézzük most a kéket. Egy kék, két kék, három kék, négy kék. Számolt a kis együtt bagoly doktorral. Majd következett a zöld fiola. Mikor azzal is végeztek, a doktor így szólt. Hát, ez igazán érdekes volt. A zöld volt a leglassabb, utána a kék, és végül a sárga. Vajon egy piros folyadék hány számolásnyi idő alatt csordogálna a fecskendőbe? Milyen kár, hogy nincs nálam piros fiola? Én tudom, honnan szerezhetünk pirosat? mondta a kis Csibe, és már tartotta is a szárnyacskáját a vérvételhez. Csibiken nagyon kíváncsi természetű volt, így az érdeklődése segített felülkerekedni a félelmén. Bagoly doktor nagyon ügyesen bánta tűvel. Így a kis csibe csak egy apró szúnyog csípést érzett, majd együtt számoltak hangosan. Egy piros, két piros, mire a három ígértek, a fecskendő meg is telt. Végül Bagoly doktor a kis ajándékozta a játék fecskendőt, és elrepült, hogy a rendelőjében nagyító alatt is megvizsgálja a levet vérmintát. Néhány óra múlva meg is üzente tyúkanyónak, hogy miféle magkeverék a legmegfelelőbb gyógyira kis csibéje panaszaira. Mire legközelebb a tyúkudvar felett repült el a jó doktor, Csibi már olyan vidáman játszott a többiekkel, mint a betegsége előtt. Ha tetszett a mese, kövesse csatornánkat www.medicccent.ho.